Karcagi polgárőrök rendszeresen járőröznek a város kül- és belterületén. A polgárőrökkel már egyre több középiskolást is láthatunk, akik a közösségi szolgálat kötelező óráit töltik le így. A napokban újabb eszközöket is kaptak a hatékonyabb terepmunkához, tudtuk meg vezetőjüktől, Rigó Zoltántól. Az Országos Polgárőrszövetségtől gépjárművet, terepkerékpárokat, most pedig két robogót kaptak, hogy mobilabbak lehessenek, így a városban többfelé tudnak egy időben járőrszolgálatot ellátni, ami a hatékonyságukat növeli. A legújabb gépjárművek, amivel tudunk szolgálatot ellátni, ez kettő darab robogó, amit a Országos Polgárőrszövetségtől kapott egyesületünk, és ugye pont azért, hogy mobilabbak lehessünk, illetve hogyha a szolgálat úgy kívánja meg, akkor többfelé tudjunk egy időben járőr szolgálatokat ellátni. A külterületen pedig a robogókkal, kerékpárokkal olyan helyekre is eljuthatnak, ahová autóval nehéz. A két évtizedes egyesület alapító polgárőrei lassan kiöregszenek ebből a karitatív tevékenységből, így próbálni nyitni a fiatalok felé is. Két éve már 50 órás közösségi szolgálatot náluk is letölthetik a diákok, akik járőrszolgálat közben ismerkednek a polgárőrség munkájával is. Tavaly évben próbáltunk, mint az Országos Polgárőrszövetségnek a nyomvonalán, az útmutatásai szerint eljárni és fiatalítani, hiszen elmondják az idősebb polgárőrök, akik ugye még tőlem is idősebbek, és a polgárőr egyesületeknek az alapítói voltak, hogy kiöregszik. Nyilván nem mondom, hogy ez a szakma, de ez a karitatív tevékenység, és ezáltal próbálunk mi is nyitni, illetve nyitottunk 2018 évben az iskolák felé, hiszen adódott egy olyan lehetőség, hogy az 50 órás közösségi szolgálatot le lehet tölteni akár a polgárőr egyesületeknél, és ebből az okból kerestük meg a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumot, illetve akkor ugye még a Szent Annai szakközépiskolát, és felvettük ottani pedagógusok, illetve a kapcsolattartóval a szemét, és amennyiben jelentkezik ifjú tanuló, akinek ezt az 50 órának a letöltéséhez tudunk segíteni, akkor lehet, illetve van lehetőség most már a 14. életévét betöltött fiatal embereknek is polgárőr ség keretén belül szolgálatokat ellátni. Tehát ritka az, amit láttunk, hogy kültéri életi szolgálatot látnak el, hiszen nekik még nem az a feladatuk, hanem ismerkedni a polgárőrséggel. Beindították a Szomszédok Egymásért mozgalmat, a városban már több száz fölötti a kért tábla. Szeretnénk is felhívni akár a televízió nézők figyelmét, hogy ez kivetesen nem olyan, hogy mi megyünk oda kobogtanul, hadd rakjuk már fel, hanem ahol igény van rá, ott tudjuk kihelyezni. A legfontosabb része ennek a dolognak, hogy mint a nevében van, hogy Szomszédok Egymásért mozgalom, ezért arra kérjük a lakóközösségek, vagy arra hívnám fel a lakóközösségek figyelmét. Tehát inkább azt mondom, hogy az idősebb korosztály, ahol sokan vannak, vagy többen vannak, hogyha össze tudnak szedni 2-3 embert, akkor már nagyon szívesen ki tudunk menni, hiszen mint Szomszédok Egymásért mozgalom, egyet nem tudunk kihelyezni, de ha már van 2, 3, 4, 5, akkor már lehet. És megemlíteném itt most ezen a fórumon is ugye a Kalász utcát, ahol rengeteg tábla, szerintem egyetlen egy lakás van, vagy ingatlan van, ahol még nincs kitéve a szemtábla, illetve nem csatlakozott, és a Kölcsei utca, ahol 3-4, az a Kölcsi utca kicsit hosszabb, tehát ott van 30 ház, és ebből 24 talán, aki csatlakozott a programhoz. Az éjszakai járőrözés a város területén felüleli, és utcánként egy postaládába feljegyzést is bedobnak a polgárőrök arról, mit tapasztaltak ott jártukkor. Az van kiadva feladatul, hogy ha látunk bármi olyat, ami rendellenes, illetve nem szokványos, akkor azért legyen már fel, mert mi nem tudhatjuk, hiszen ennek a programnak a legnagyobb része, hogy mi polgárőrök elmegyünk, járőrözünk, látunk valamit, de nem tudhatjuk, hogy az adott ingatlanban éppen sajnos a tegnapi nap folyamán volt az, hogy mi fölírtuk, hogy a szembe szomszédnál költöztetnek. Hát sajnos nem jóból, hanem rosszból volt ez a költöztetés. Nyilván mi ezt nem tudtuk, a szomszédok tudták sajnos, de hát ez a jó, hogy ismerik. Ismerik a szembe lévő, vagy a szomszédba lévő idős néni
ugye 30-40 éve akár egymás mellett laknak, tudják az unokák autóit, bármit. Mi csak azt látunk, hogy ott áll egy autó az ingatlan, de nem tudhatjuk, hogy az jó szándékban van, esetleg mamáékat meglátogatta, vagy közben éppen bent tevékenykednek és pakolják ki a lakást. A szemes táblák kirakása visszaszorítja a besúranásos tolvajlást, de a tábla nem jelenti azt, hogy mindenkit megvéd ettől. Ha a szomszédok is éberek, kiszűrhetők a rosszban járók. Hála jöjjnek azért ezeknél az ingatlanoknál, ahol ki tudtunk helyezni, felhívjuk mi is a figyelmet arra, hogy ahhoz, vagy azért, hogy kiteszünk egy táblát, már a statisztikák azt mutatják, főleg járságban, ugye elmondtam mindenhol, ahol kitettük, hogy jársági rendőrök, illetve polgárőrök elmondása szerint azoknál az ingatlanoknál 80%-ban külterületi részeken 80%-ban visszaszorították a besurranásos tolvajlást. De az viszont nem jelenti azt, hogy meg is véd minket, tehát akinek van rá lehetősége, hogy a kamerával, riasztóval föl tudja szerelni az ingatlant, de ehhez az kell, hogy csukjuk be az ajtót, zárjuk be napközben, legyünk bizalmatlanok kicsit, főleg akár a mostani helyzetben, hogy kicsit bizalmatlanabbul álljunk már hozzá, ne engedjünk be az ingatlanba ismeretlent. Hát az, hogyha ugye közben mi otthon találkozunk, tehát otthon voltak, csak nem láttuk igazán, hogy otthon vannak. A kamera, riasztó is kevés azonban, ha nem csukjuk, zárjuk lakásunk ajtaját. Legyünk bizalmatlanok, az ingatlanunkba ismeretlent házalót ne engedjünk be. Ha pedig látunk ilyet, azonnal jelezzük a hatóságnál.